Sziasztok, hello mindenkinek! Jöjjön egy kuktás krumpli receptem! Mi kell hozzá? Természetesen egy kukta! Mitől jó ez a kuktás recept? Na most az, hogy előzőekben már megmutattam, hogy a kuktán mire is képes, tehát hogy csülköket, nagyobb húsokat milyen egyszerűen, milyen rövid idő alatt puhít meg, és tesz ízletessé. Na de mi van akkor, hogyha megmarad ez a füstölt lé? Ugye ebben a lében csülökfőt, méghozzá füstölt borssal és kakukkfűvel, valamint fokhagymaporral. Tehát egy ízes léről van szó, amit igazából nem szeretnék kidobni. Viszont hogyan használjuk föl, mivel levesnek túl zsíros? Nagyon egyszerű a felhasználása, mert tisztított burgonyákat, hogyha megfőztök benne, azt a főzés követően meg lehet tölteni, vagy éppen meg lehet rakni, mint egy rakott krumplit. Na, úgyhogy erről szól a recept. Tehát a lényeg, hogy ebbe az ízes lébe, és hát a kuktába főjenek meg a krumplik. Mi az előnye? Hát az előnye az, hogy ezt az ízes levet a nagy nyomás hatására, ami ugye ebbe a 12 literes kuktában létrejön, hát bepasszírozzuk a burgonyába, és ezáltal nagyon ízletes lesz. Jó, mit teszünk még vele? Hát fogjuk szépen, és a tojásokat is megfőzöm benne. Hát ahhoz is egy jó párat felhasználok, ízes lesz ez is tőle. És hát ugye nem is akármilyen tojások, ugye gondolom már kiszúrtátok, saját tojásokról van szó. Mitől más, mint a többi? Hát attól, hogy nagyon magas minőséget akar, illetve okos dobozba van rakva. Ez azt jelenti, hogy láttok rajta két QR kódot, ez mindig újabbnál újabb recepteket tartalmaz, méghozzá tojásos recepteket. Jó, tehát benne van a tojás, benne vannak a krumplik, elég sós a lé, úgyhogy meg sem kell sózni. Amit még teszek hozzá, az még egy darabka rozmarin. Hát ezt is még így elhelyezem. Benne jöhet rá a edő. Így. Ezt tudjátok, hogy ezt a kis kapszlit, ezt ide le kell zárni ahhoz, hogy a gőz bennmaradjon. Így jön ki a gőz, így marad bent. Beízzük a tűzhelyet, és már is mehet. A krumpli egyébként körülbelül 15 perc. Babám! Igen, a kukták Ferrari-ja. Nem a szín miatt, hanem a gyorsaság miatt. Tessék, már szelel is. Ez azt jelenti, hogy a nyomás kialakult benne. Úgyhogy mind a tojások, mind pedig a burgonya már túl. Sőt, mivel az idő eltelt, ilyenkor le is kell már állítani magát a folyamatot, hiszen elkészült. Annyi a lényeg, hogy ilyenkor természetesen nem szabad kinyitni a kuktát, mert túlnyomás van benne. Erre két biztonsági szelepe is van, egyik az itt van, ne fog be, mert meleg lesz, a másik pedig itt, amit egyszerűen csak így fölhúzol. Eltávozik az összes fölösleges gőz, és már is a két kapos segítségével ki lehet nyitni. Na, csöndbe maradt a kukta, úgyhogy a gőz eltávozott, itt megnyomod, és paf, már fel is kukkanthatunk. Ó, de gyönyörű a látvány! Na nézzük, puha a krumpli. Ó, de még milyen? Honnan tudjuk, hogy puha? Hogy fogod, és lehúzod. Ez puha. Na de nézzük, milyen a tojás. Jó, abban nem fog beleszúrni, nem kell megijedni. Igen. Hú, és micsoda illat van, szóval gyönyörű. És akkor ebbe a húslébe fő meg igazából. Pikpak. Hát mit lehet ezzel takarítani, vagy megspórolni? Hát természetesen rengeteg pénzt, az az energiát. Illetve, hát ízeket. Hiszen most ezt az ízes levet nem dobtuk ki, hanem újra használtuk, sőt, még egy mártást is fogok belőle készíteni. A tojás pedig, kicsit megreped ugyan, de attól még ugyanúgy elkészül a krumplival együtt, és ugyanúgy. Ha így megpörgetjük ugye a tojást, akkor onnan látszik, hogy megfőtt, hogy föláll. Igen, tehát így pörög. Hopp, és hopp. A kuktában főtt tojásnak még az is az előnye, hogyha beleteszitek egy kis hideg vízbe, így, a pucolása az félelmetesen könnyű. Pár másodperc után kiveszed, leteszed, csinálsz egy ilyet, így, és az egészet le tudod húzni. Így, pak, és lejön az egész egybe. Nézd, így. 2 másodperc a tojás megpucolása. Úgyhogy ha főztök nagy tételbe tojást, és gyorsan akarják pucolni, csak is kuktába, méghozzá ebbe a csoda kuktába. Na, szóval ez tényleg gyors. Mutatom még egyszer a kuktás tojást. Hát ennyi, gyerekek. Leveszed és jön le az egész. Ja, ez a legjobb érzés, gyerekek, amikor a tojásból egyből lejön a héja. Meg is pucolom most minden a
Na, a tojás megvan. Akkor most jöjjön a szósz. Ja, de a krumpliról is essék pár szó. Nézzétek meg! A krumpli milyen lesz, hogyha kuktáztok? Bing, bing, és megvan nektek. Ezt nézd. Oh, ott a néz. Gyönyörű. Fú, micsoda állag. Krémes, nem száraz. Ah, nagyon jó. Jobb, mint hogyha megsütötted volna. Tehát szósz, ott tartottunk. A szószt is ebből a léből, ízes léből fogom elkészíteni. Kell egy 2 edzőkanálnyi olaj az edény aljára. Teszek bele egy kis lisztet, megpirítom, mint egy rántást, és fölöntöm ezzel a lével. A liszt az még kell bele, hát az pedig természetesen frissen egy kis búzából. Ez a liszt is olyan dolog, hogyha elkezd a frissen örölt lisztet használni, hát nem fogsz többi bót itt használni, mármint hogy tasakosak, mert nagyon jó, jobban sűrít, sokkal kevesebb kell belőle például egy rántáshoz, egyből berántja a szósz, és van illata, van íze. Na, mi lesz a szósz? Fölöntöm a füstölt lével, és rengeteg nyers tojást, konkrétan 5 nyers tojást teszek bele, elkeverem, hozzászorom a reszelt sajtot, petrezsémzöldet, egy kis fokhagymát, és ez adja meg majd a szószt, ami a krumplihoz megy. Na igen ám, de mibe tesszük a krumplit? Hát van ez a kacsa sütőedény, ezt tudjátok. Ennek most az alját fogom használni. Erre a célra egy kicsit kikenem. Jöhetnek bele a burgonyák, méghozzá így. Az a lényeg, hogy tölthető legyen a közepe. A héja is rajta kell, hogy legyen, mert bármilyen hihetetlen, ebbe az ízes léve megfőzve a krumpli, pláne ez a sárga héjú, hát ez valami eszméletlen jó. Így. Ez az, kicsit nincs. Ami még kerül bele majd, az egy kis kéz bolonyai ragú, vagy bolonyai szósz. Erre ugye van már receptem, úgy jobban megtaláljátok. Én azt nagy tételbe szoktam főzni, lefogyasztom, most pedig kiolvasztottam. Így. Hagyunk egy kis helyet a csosznak is. Látjátok, lepirult. Egy 2 pupozott evőkanál liszt, ilyen frissen őrölt, és maga a főzőlé. Persze ugye volt még 2 evőkanál, 2 olaj is. Így. Így is elkevered. Az a jó, hogyha a liszt az egy kicsit most felfő vele, és akkor már is kész van a szósz. Hát kb. 4 evőkanál is kell hozzá, abban is készül. Amikor így 2-3 percet forraltátok már, akkor le lehet állítani, és nézzétek meg, hát körülbelül egy ilyen sűrűségű barna szószt fogtok kapni. Így. Ez az alapszószunk, ugye? A következő lépés az az, hogy petrezselyem. Egy kis petrezselyem, ezt bele fogom tenni a szószba. Így, addig egy kicsit hűl. Azért kell, hogy egy kicsit hűljön a szósz, hogy a tojás ne rántsa teljesen össze, mert csak el kell, hogy benne keveredjen, és majd sütés közben kell, hogy a tojás az besűjtse, vagy tovább sűjtse a szószt. Úgyhogy most mehet bele így. Ami még belejön, ugye mondtam, hogy a sajt egy része, 20 dek a sajt, tehát 10 dekát beleraksz, így az a fele. Ez is hűti a szószt. Most jöhet hozzá a tojás. Hát azt mondtam, hogy egy 5-öt azért bele fogok rakni. 1, 2, ezt is el kell keverni. 3, 4 és 5. Na, megint elfogyott egy karton. Már nagyon gyorsan fogy egyébként a tojás. 1. Csak amúgy így, egy kezessel. 1. Jó. Ilyenkor az a szabály, hogy forralni már nem szabad. Jó, azt már csak a krumplira kell önteni. Így. Jó. Ha megvan, elhabverőztétek, akkor most már lehet. Hú, már nyúlik a sajtól, ez az. Lehet vissza merőkanálra váltani. Nagyon jó. Jöhet bele a parajlevél. Akkor egy kicsit így összeesik. Kicsit ilyen mexikói, kicsit ilyen füstölt létől, ilyen magyaros. A lényeg az, hogy rengeteg friss zöldség is kerül bele. Na, akkor jött most az összeállítás. Először az összeesett
spenót leveleket szépen köré kell helyezni a szósszal együtt. Így, krumpliknak. Mert ez egy ilyen szaftos, ragus étel. Az a lényege, hogy van benne egy kis zöldség, egy kis hús, és csak annyi lesz a sütőben a dolog, hogy össze kell pirítani. Jó. Ezt követve jöhet a bolognai szósz, ide szépen bele a krumpliba. Nem baj, ha mellé megy, mert ennél szebb lesz a végeredmény. Csak hát azért a krumplit töltsük meg vele. Most jöhet rá egy kis ropogós. Csak itt megbarítjátok vele. Magába szívja a szószt, és a fele ropogni fog, másik fele meg nem. De ebben ettől ilyen szuper. Mexikói eset is tudtok tartani, ezt megcsináljátok. De mondom, itt a bajnok ízt a krumpli adja, hogy ha beleharapsz a krumpliba, nem elég, hogy szószban van, ott ez a bolognai, ez az ízes, paradicsomos, kicsi csípő szósz, hanem még ott van ez a füstölt íz is, amit a húsból nyertek ki. Ja, és a tojás, az meg ugye ilyen nagyobb darabokban felvágjátok, nem kell ezt cifrázni, még ez is megy rá. És akkor ezt követően meg küldöm sajttal, leszelt sajttal, illetve lila hagymával. És elengedhetetlen egy kis mozzarella is a tetejére. Szóval ez hidegen, melegen, hú, nagyon kiadós és nagyon tutikaja. Akkor a lila hagyma, egy nagyobb kockára. Ez még ugye kicsit rásül, de nem párolódik annyira meg, kicsit res marad, és ez a lényege. Hogy a hagyma az úgy benne legyen, na. És az utolsó köfés, a maradék sajt, illetve egy kis mozzarella. Beteszitek hát 200 fokra, igen erősen, mert ezt csak össze kell rottyantani. Én néha szoktam még a grillező funkciót is bekapcsolni. Hozzá ott eltölt egy 10 percet, és már lehet is enni. 10 perc múlva találkozunk. És íme is itt van, gőzölög. Hát én nem is cicomáznám, talán egy kis friss petrezselyem zöldet, vagy hogyha szeretitek a koriandert, akkor az illene hozzá, de ezzel elkészült. Fogyasztás előtt érdemes azért egy pár percet várni, hogy magába szívja még a krumpli azt a nedvességet, ami kijött ugye a hagymából és a szószból, és ezzel elkészült. És nézzük meg, hogy akkor, ha kiemeljük a krumplikat, hogyan is nézünk ki. Hát így, ugye összesül a sajta a chipszel. Oh, brutális. Egy veleg. Mindenképp egy kis szósz is jár hozzá. Ezzel nyakon öntjük. És akkor most jöhet még egy kis csípős. Én imádom. Még egy kis csipsz is mellé. Így. Egy kis friss petrezselyem. És már is lehet enni. Próbáljátok ki ezt a receptemet is, úgyhogy kuktázatok bátran. Sziasztok!